Szóval a felségünk meghal gyerekszülésből, üljünk egy másikat. Egy Lannister, nem kösz. Várjunk? Vajon... kicsit megtörjük itt az eljegyzésünket. És megnézzük, hogy a Lannisterök elfogadnának egy eljegyzési ajánlatot Lana és Lyles között. Nem, még mindig nem. Szóval csak a legfiatalabb lányunkat adnák oda. Ő viszont túl fiatal. A Riverlands-el kötetnénk egy szövetséget akár, de inkább nem. Nem vagy nulla esetleg? Nem, ő a harmadik a vonalba, szóval nem akarják kiházasítani. Akkor visszaállítjuk az eljegyzést Starsfield-del. Úgyhogy örülnék, hogyha lenne valami módszer, hogy el tudjam dönteni, hogy mikor fogadnak eljegyzést, mert most felmondottam egy eljegyzést, amit nem fogadnak el, hogyha újra ajánlom. Akkor kiházasítjuk őt is Silverhall-ba. Valamint magunknak is kéne lőni egy feleséget, ha már itt tartunk. Ó, egy géniusz. Oké. Ez eléggé egyértelmű döntés volt. Adtam tanácsolót az új gazdasági izémnek? Nem. Már nyitottam parancsot? Nem. Ó, van itt egy valíriai tanácsadónk, aki meg valíriai vallást is követi. Azt hittem mind áttérnek Aegonnal. Ó, a fiatalabbik fiunk elégedett lesz, remek. Ez azt jelenti, hogy nem fog fellázadni remélhetőleg Lyles ellen, amikor átveszi a hatalmat. Remek. Megérte a befektetés az ezüstbányába. Castamirben pedig építünk egy kisebb fajta személyes mezőgazdasági területet. Még tudom küldeni tengerre a tanácsadóimat. Ez szép. Másra minden rendben van. Igen. Egyébként ezért nem akartam leginkább ebből a modból let's play csinálni, mert még nagyon látszik, hogy alfában van. Tehát itt egy csomó területnek még kérdőjel az ászlag és hasonlók. A dothrakik, akik meg lényegében a mongolok megfelelője játékban nincsenek is még benne. Csak van a területük és kész. Na de mindegy, ez van. Igazából a Crusader a CK2 Plus moddal akartam játszani, csak azzal meg volt valami fura bug és össze-vissza lefagyogatott. Maradt ez. Még valakit kiküldtek a falra. Igen, a fal egyébként egy afféle... lényegében olyan, mint a szerzetes rendek a Crusader Kings 2 idejében, hogyha van esetleg egy örökös, akit nem szeretnének, vagy egy fiú, aki nem tenne jót az öröklés irányzba, akkor azt kiküldik a Night's Watch-ba és kész, meg van oldva. Ők nem örökölhetnek földet és nem is jönnek igazán vissza a falról. Jostan dühös lett. Dühös, gyáva és remek harcos, hát ez egy nagyon jó kombináció. Lyles pedig egyre jobb harcos lesz Aegon alatt. Nyugodt szemben őt meg is jelölöm fontos karakternek, mert nem tudom pontosan, hogy miről kapok róla információt, hanem az. És már nagyon örülnék, hogyha feldobná a pacskert. Fura, hogy egy hűvérese se akarja megölni. Az nem is Crusader Kings 2. Na. Felemeled a kiadkozást? Nem. Mennyibe kerül neked ajándékot adni? Nem tudom neked ajándékot adni, túl sokba kerülne, hát ez nem jó. Jostennek... legyen nagy lelkű. Többre legyünk azzal. Ó, és Lyles felnőtt, és úristen, hogy nézel ki. Ezzel a pedóbajusszal. És hátulról vezet. Ja, fektessünk be megint ezüst és aranybányába. Még a saját fiam is utál, mert ki vagyok átkozva. Szörnyű. El is nem is lett igazán jó hadvezér. Nem rossz betű, de nem is legjobb. Remek plusz bevétel az adókból. És amíg a Jostan legalább nem fog fellázadni ellen remélhetőleg. Castamirben építünk egy... nem, inkább Brandbrookban építünk egy farmot szintén. Növeljük az adóbevételünket amennyire csak lehet. Az a vagy, amíg Lorán meg nem hall, nem igazán tudok csinálni semmit, és nem akarom megmerényelni, mert szeretik a hűbéresei. Ó, hadban állunk. A... Brightwater Guard ellen, aki megtámadta a Reach-et, akikkel szövetségünk van megint.
Valószínűleg a Csinko Tyrell-ekkel is, ezt nem tudtam. Nem, nem a Tyrell-ekkel van szövetségünk, hanem a Brightwater-ekkel. Ah. Oké. Okay. Remek, még több pénz. Margot, aki... Valami random, ennek nem fizetek az oktatásáért, menjétek a fenébe. Született egy törvénytelen gyerekem, Alearis. Elfogadjuk, mint a gyerekünket, mivel lány. Nem okozhat túl sok problémát. És építünk egy védvonalat a fővárosunkban. Bögel valamiféle szövetséget ki tudok hozni talán. Ugye a fiú lenne, akkor biztos, hogy megtagadtam volna, mert nem kell még egy kölyök, aki igényt fektetett a trónra. Oké, egy szövetség a Riverlands-zel, remek. Szerintem a következő generációban legkésőbb fellázzunk a Lannisterök ellen. Ó, tovább nyomul délfelé a tél. Igen, ugye a tél ugye északról jön délfelé, tehát Dornban már általában nem igazán ér el. Remek, jobban szeret minket a királyi gárda parancsnoka. Nem egészen ezt akartam, hanem jobban örültem volna, hogy Aegon szeretne, de mindegy. Oris Baratheonnak még nem született gyereke? Még nem. És a felesége depressziós. Szörnyű. Hát, hogy hozzá kellett volna kiküldeni inkább, hogy is hívják ott. Lyles-t. Jobb harcos. Bár mondjuk Aegon meg jobb stratégista. Ó, Aegon fürig ül a csődben. És azt szeretünk meghalt betegségben. Igen. Az emberek hajlamosan meghalni betegségben. Ó. Ez érdekes, a Lannisterök meg akarják szerezni a vastrónt már most. Ja igen, a vastrón Westeros királyi trónja, amit Aegon a legyőzött ellenfeleinek kardjaiból kovácsolt a sárkányok tüzében. Érdekes. És... ez a két gerlem meg összeházasodott az engedélyem nélkül. Ah, nem csukjuk le őket, legyenek házasok, örüljenek aljuknak. Custom Ereton. Úristen, ez hol van? Custom Ereton. Van egyáltalán ilyen kastélyon valahol? Orra meg Custom Ereton is elért a tél, ez le fogja vinni az adóbevételünket, mint a fene. Meg nem örülök. Vagy nem az adóbevételünket nem viszi, csak az embereinket, meg többek kerül építkezni. Akkor egyelőre most nem építkezünk. Most gyűjtünk. Majd úgyis kapunk hírt a Citadelből, hogy mikor ér véget a tér. Tényleg, mi volt meg Edmin? Ó, sérülésekben. Tudom esetleg, hogy ki okozta a sérüléseket? Nem. Valamiért a király felemelte az erőit. Ó, felázott egy gróf a klóban. Na hát ezzel azt hiszem el fognak bírni, így. 30 ember reflexből a Stormlands-ből. Reach-érőket még fel sem emelte. Ó, meg ott van 1700-as személyes hadsereg, amit ő vezet maga, ha jól látom. Ja, ezeket halálra fogja sárkányozni egy kicsit. Miért annyival kisebb a Westerosi figura? Na mindegy. A sárkányok hatása. Veszteség nélkül lényegében nem észrevolt egy ugyanakkora hadsereget. Na most romold meg sárkányjal könnyűbe venni egy erődet. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire akarja porig égetni. Oké, porig akarja égetni. Ilyenkor ugye megvan az esély annak, hogy porig égetik az erődet. Mire van lehetőségem? Ó, tudok lovagi tornát tartani. Tartsunk lovagi tornát. Úgyis presztist akarunk, ha jól emlékszem. Ja, presztist akarunk. Lord Lucifer. Oké. Okay. Na, tartsunk lovagi tornát. Gyerünk. Aki úgy látom, a grófjaim nagyjából lojálisak hozzám. Tigernek milyen nevelést adjunk? Adjunk neki is egy katonai nevelést. És őt ki fogjuk küldeni Orishoz, hogyha Oris elfogadja az ajánlatomat. Ő legyen inkább egy nagy harcos. Mi ez? A marsallom megkérdőjelezi a parancsaimat. Hogy meri? Ebből esetleg kaptam valamit?
Ha jól látom, dühös lettem, nem tudom, hogy korábban is ez voltam-e. Ó, lazdás a Stormlands-ben, ha jól látom. Nem, elcsörcök a Stormlands-ben. Ó, fellázott egy gróf a... Vanwater ellen. Egy... Várjunk, miért lázott fel egy herceg szint... Ja? Egy gróf fellázott Vanwater ellen és egy másik herceg szintű segít neki. Oké, valami random megnyerte a tornát. Joanna pedig türelmes és jobb diplomata. Úristen, hogy nézel ki Ronnal. Az egyik grófunk lett a második. Egyébként grófnak és hercegnek fogom őket hívni, mert a Lord és High Lord, nem tudom, valahogy nem szimpatikus, annól összekeverném. És az egyik herceg testvére megnyerte a harmadik, vagy megszerezte a harmadik helyet, és mindenki jobban szeret, hurrá. Na, sajnos nem nyertünk helyet, de mindegy. Na jó, ez nem lett olyan jó harcos, mint vártam. Jocelyn feltételezem már annál inkább. Ó, és zseniális pénzügyi tanácsadó is lett. Ja, oké. Okay. Ja igen, nem 16 éves korán lehet házasítani, hanem 14-nél, amint látjátok. Tiget megadunk. Ja igen, őt akartunk kiküldeni Orishoz, mi? Oris, kérlek alással neveld fel a fiamat. Nekem sok. Oris túl sok embert nevel. Ja, Oris már nevel két gyereket. Ó, egy Starkot is ő nevel. Érdekes. Az esetben kiküldjük őt is, hogy is hívják hoz, Aegonhoz. Ő is kettőt nevel már a fenébe. Milyen a jelenlegi Stark? Jó harcos, de eléggé szar hadvezető. A Riverlands-i még kajak. Érdekes mond az Iron Isle-i viking fosztogató állat diplomata. Akkor átadjuk a nevelését Lyles-nek. Kis testvéri szeretet. És megvan a házasság, oké. Kérjünk hozományt a újdonsült apósunktól. És a Tigertet összeházasítjuk Marissa Lannisterrel. 50 aranyat kaptunk belőle, ami egyik hozott ki minket a csődből, szóval nem fogunk lakodalmat tartani. Bocsi, ez van. Nincs rá pénzünk jelenleg. Sérlet, össze tudom házasítani valakivel, akivel lenne értelme összeházasítani. Ó, igen, a Swiftekkel, Cornfield hercegeivel. Olyan, aki lesz egy egész jó kis szövetségi háló a kölyöknek, amikor átveszi hatalmat. Valakit megint börtönbe vágott a Lannister. Most a Gold Roady herceget. Jó, nem szeret minket, mert ugye jog szerint az a vélene Brandbrook. Miért a helytől már keletre van. De Loren, te meg akarsz halni, kapd a mállapest is, légy szíves. Egy pillanat. Oké, itt is vagyunk, bámuljuk tovább a térképet. Másnak Aegon lassan öregszik. Tényleg a fia... gyenge és... vonzó. Oké, úgy tűnik nálam, én nem ütött be, de egyébként a... Targaryennek lényegében 50% esélye van annak, hogy a fiú őrült lesz, de 50% esélye van, hogy génius, mert ő... hát ugye össze-vissza beletenyésznek, és ilyenkor ez a felállás. Egyébként a tél nem akar meg visszahúzódni, egész délre lejött. Már Omar Reachben is tél van. Már Highgardenben is. Még Dornba is bejutott. Érdekes. A sivatagi részére már nem, de akkor el sem tudom képzelni, mi van Winterfellbe. Ja. Mert össze-vissza fagynak az emberek. Ó, oh, van itt még egy lázadó gróf. Ki fölázott Aegon ellen. Annyit született egy gyerek, akit majd nevelnek ők a saját pénzükből, mert nekem túl drága. Marissa Castamirton? Mi a fene? Nem is tudom, hogy hol van ez a vár. Mert ugye valamilyen várról nevezik el ezeket a dinasztiákat, csak nem tudom, hogy melyikről. No, ott jön 2000 ember, ha jól látom, Aegon személyes vezetésével. Yep. És sárkány. Mondom, sárkány. Sárkány. És sárkányostrom. Nem, nem sárkányostrom. Egyszerűen megveri. Ó, oh, meghalt a Castellanunk. Kinevezzük Jostent. Menedzselni a tartományainkat.
És a feleségünk pedig lányi pénzügyi tanácsadó lesz, remek. Ki is nevezzük az eddig helyére. Ja, hogy még nem tudjuk kinevezni, mert még 15, aztán 16 évtől töltöttetnek be csak ilyen pozíciót. Oké, ezeket lecsukták. A Golden Tooth hercege lovagi tornát szervezel, is megyünk. Ez egyébként visszafele is első, hát mert ugye meg is halhatunk benne, vagy akár presztízs is veszhetünk. Jó. Targaryennek visszavonták a hercegséget, ami föllázadt. Ezt ugye megtehetik minden egyes lázadásnál. Ezért veszélyes egy lord paramountnak lázadni, mert reflexből elvehetik a tartományát. És kiosztatják valaki másnak, úgyhogy Loren, nem akarsz lázadni? Egyébként van valamilyen term, amivel rá lehet venni valakit, hogy lázadjon, vagy lehet rá bizonyítékot fabrikálni, hogy lázad, vagy ilyesmi. Már itt úgy értem, mindkettő létezik, nem egymástól függetlenül. Sierra, te kapsz egy pénzügyi nevelést. Melvin nyerte meg a tornát, Melvin Swift, a jelenlegi Swift herceg nagybátyja. Én voltam a második, ó, remek. Prestige. Jó, zéró diplomáciai képességünk, főként a kiátkozás miatt, remek. Hát nem örülök. Szerencsétlen kiengedték a börtönből. Még valami szerencsétlen kiengedték a börtönből. Vagy meg kéne szabadulnom ettől a kiátkozástól, csak nem tudom, hogy hogyan. Persze, házasodják a jök. Nem te. Te nem akarod felmenni a kiátkozásomat esetleg? Nem. Van esetleg már pénzem lefizetni téged. Ja, kérjünk hozzá mányt. Már csak 25-öt kaptunk. Oké, le tudjuk fizetni a High Septon. Tehát akkor neked se lesz izéd, lakomád, mert hát inkább el akarom intézni a kiátkozásomat. Csak talán? Mi az, hogy csak talán emeled föl? Te szemét. Most adom neked 100 aranyat. Vagy mi a fene ez? Mész a fenébe? No. Rohadjál össze. Sierrát neveljük mi személyesen. Valamint egy kicsit adósába fog minket vinni, de tartsunk egy lakomát, ja. Ó, és üssük lovaggá Jostent. Remek. Még egy kicsit csődbe visz minket, de ja, vegyünk fel táncosokat. Hogy fogom én megfizetni ezután a kaját? Így. Remek, még egy lovagi torna, ezután egy kisebb. És hívjuk meg a hűbéreseinket. Meg, ugyebár az apósunkat. Vagy nem az apósunkat, a fiunk apósát. Tényleg belőle tudjuk már, hogy mi lett, még nem. Üdvözlök mindenkit a házasságon. Jó, király is itt van. Jó van, lakomázzunk. Oké, itt is vagyunk, és úristen, mi folyik Aegonnál? Csempészek, rablók, tél, ingobbanás uralkodó is, tolvajcé. Hát ez szép. Bravo. Oké, ugyanik semmi nem tűlt el ebből. Én is tudok beszélni, semmi nem sült ebből az esküvőn, remek. Még táncoltunk és örüljünk a hajunknak. Kaptunk egy kis diplomáciai készséget, amit elvesztettünk korábban a kiátkozás miatt. És mindenki elment, oké. Sierra pedig, jól legyél elégedett. Nem akarom, hogy a Lyles ellen lázadjanak, mert ugye nem a legjobb fiunk. És egy kicsit csődbe vagyunk, na de... Oh shit, már kb. Ennyi fér bele. Úgyhogy ez volt egy már a matabarna. Ez volt itt már a Let's Play Crusader Kings 2 a Game of Thrones mod. És találkozunk legközelebb, amikor talán történik is valami. Addig is viszontlátásra.